Baranya és Somogy megyére is kiterjesztik a válsághelyzetet, Baranyában több mint 200 menekült kaptak el a rendőrök. Áttörték a menekültek a rendőrségi kordont a szerb-horvát határon, rohamrendőröket kellett bevetni. 7 külföldi tudósító is azt állítja, hogy rendőrök verték meg őket a röszkei akcióban, a rendőrség tagadja a vádakat. Iszlamista terrorista férfi támadt egy rendőrnőre Berlinben, a férfi az Al-Qaida tagja volt. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli hír összefoglalóját látják fél hétkor. Üdvözlöm Önöket! Újabb 2 megyére, Baranyára és Somogyra is kiterjeszti a válsághelyzetet a kormány, ezt Szijjártó Péter jelentette be. A külügyminiszter azt mondta, hogy a kabinet megvédi Magyarország határait és a schengeni határt is, az előkészítés után pedig azonnal megkezdik majd a fizikai akadály építését a szükséges horvát szakaszon. Becslések szerint egyébként az éjszaka akár 1000 migráns is érkezett Horvátországból Baranya megyébe. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, Horvátország alkalmatlan arra, hogy csatlakozzon a schengeni övezethez. A miniszter szerint a horvát bevándorlásügyi rendszer egy nap alatt összeomlott. Ha itt van tehát az idő arra, hogy a képmutatásnak és a kettős beszédnek az idejét lezárjuk, és egész Európa végre nevén nevezze azt a rendkívüli kihívást, amellyel szembe találjuk magunkat, és végre a tettek és a szavak egy irányba mutassanak. Megjelentek az első menekültek Baranyában, ők már Horvátország felől érkeztek oda. Estig több mint 200-at fogtak el Ilocska közelében. A baranyai határszakaszt helikopterrel figyeli a rendőrség. Sárokon afgán menekülők jelentek meg. A bama.hu információi szerint 50-60-an lehetnek, közülük 10 egészen kicsi gyerek. Elmondásuk szerint buszokkal hozták őket a határa, onnan gyalog jöttek át. Ilocska polgármestere azt mondta, a rendőrök most buszokra lakják és Pécsre viszik őket. Jelen pillanatban 130 fő körül járunk, akiket már itt a gyűjtőponton, a kérő gyűjtőponton befogadott a magyar állam. Hát bízunk abba, hogy nem lesz több belőlük. Ezek a szerencsétlenek, akik elindultak onnan, valahonnan, ezek azt se tudták, hogy hova indulnak. Településen keresztül jöttek végig. Ők továbbítva lettek Pécsre. Áttörték a menekültek a rendőrségi kordont a szerb-horvát határon a Tovarniki vasútállomás közelében. A horvát hatóságok több mint 100 rohamrendőrt vezényeltek a helyszínre, hogy megfékezzék mintegy 7000 embert. A Tovarniki állomáson várakozó menekülőket végül vonatokkal kezdték elszállítani Szlovénia és Ausztria felé. A zágrebi belügyminiszter szerint az utóbbi 24 órában 6500-an érkeztek az országba, így nem tudnak több embert fogadni. Szerbiából Horvátországba egész éjjel folyamatosan mentek át a menekültek. Horvátországból jelentkezik tudósítónk Novák András. Jó estét kívánok! Az elmúlt 2 napban 10000-nél is több menekült érkezett Szerbiából ide Horvátországba, Tovarnikba. A hatóságok nem igazán tudják kezelni a helyzetet. A menekülteket egyszerűen csak leültették ide az árok partjára, a rendőrök pedig körbeveszik őket. Szervezetlenség jellemzi azt, ahogy a horvát rendőrök kezelik a szituációt. Ezek a menekültek itt több mint 15 órája várakoznak. A hatóságok azt ígérték nekik, hogy vonattal vagy busszal a fővárosba, Zágrába viszik őket. A helyzet egyébként folyamatosan romlik. Azt mondták a rendőrök, hogy óránként átlagosan 50-100 ember jön át Szerbiából Horvátországba, a zöld határon vagy a síneken. Közben több tucat önkéntes érkezett ide, akik folyamatosan ételt és vizet osztanak a menekülteknek. A legtöbben egyébként Szíriából, Afganisztánból és Irakból jöttek. Egy biztos, a többség közülük is mind Németországba tart. Az ATV híradóját Horvátországból, Tovarnikból Novák András tudósította. 7 külföldi tudósító is azt állítja, hogy rendőrök ütötték meg őket a szerdai röszkei akciónál. Később többüket illegális határátlépéssel is meggyanúsították. Állítólag gumibottal verték őket, többüknek a keze tört. A rendőrség tagadja, hogy ők újságírókat vertek volna. A kormányszóvivő azt mondta, hogy ilyenkor tudósítóknak nincs keresnivalójuk egy zavargás elsősoraiban. A szerb állami TV riportere, operatőre és technikusa is ott volt akkor, amikor a menekültek elindultak, hogy a szűk kapun átjussanak. Amikor a szerb stáb a rendőrkordonhoz ért, a technikus szerint a magyar rendőrök mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül támadtak. A technikus elmondta, hogy hiába kiabálták a rendőröknek, hogy ne bántsák őket, mert újságíróként dolgoznak, a rendőrök csak folytatták a verést.
Miroslav Gyurasinovics azt nyilatkozta, hogy a rendőrök gumibotjaikkal eltörték a technikai eszközöket, utána pedig a stáb tagjait ütötték. A technikus testével védte a riportert, a rendőrök pedig földre teperték mindkettőjüket és verték őket. Miroslav Gyurasinovicsnak eltört a jobb kézfeje, véraláfutások vannak a testén és megsérültek a bordái is. Az operatőr pedig a hátán és a fején sérült meg. A szerb állami tévé azt követeli a magyar rendőrségtől, hogy vizsgálják ki, hogy mi történt. A rendőrök megütöttek egy lengyel televíziós riportert is, miközben tudósított. Azt mondta az újságíró, hogy a helyzet nyugodtnak tűnt, majd a magyar rendőrség a menekültek irányába indult el, újságírókat is letarolva. Akkor több botütést is kapott. Egy svájci riportert is gumibottal ütöttek meg. Jordan Davis azt írta, hogy nem erre számított egy Európai Uniós országban. Megköszönte viszont a menekülteknek, hogy inni adtak neki. Egy ausztrál fotóriportert a fején, a lábán és a mellkasán rúgták meg a rendőrök. Egy szlovákiai újságíró is megsérült. Azt mondta, hogy a rendőrök őt is leteperték a földre, gumibottal ütlegelték, alpári kifejezésekkel illették, és átráncigálták a magyar oldalra. Az ausztrál, szlovák és lengyel újságírókat a határzár tiltott átlépése büntet gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de őrizetbe nem vették őket. A kormány szóvivő azt mondta, hogy meglepetés volt, hogy a tudósítók ott voltak az első két sorban a röszkei eseményeknél. Ilyenkor ott semmi keresni valója médiának, saját biztonságuk érdekében. Az LMP szerint elfogadhatatlan, hogy a kormány ennyivel rendezte le a bántalmazott és előállított újságírók ügyét. Az ellenzéki párt a helyzet azonnali tisztázására szólítja fel a miniszterelnököt, és az ombudsmanhoz fordul. A szerb állami rádió és televízió felszólította a magyar hatóságokat, hogy büntessék meg azokat a magyar rendőröket, akik a médiatársaság szerint bántalmazták a szerb forgatócsoportot a régi röszkei határátkelőnél. A médiacég vezetői azt remélik, hogy a világ közvéleménye reagál, ahogy fogalmaztak, az igazságról szóban és képben tudósítókat ért brutális támadásra. Bejelentették, hogy Szerbia budapesti nagykövete üzenetben is hangot ad tiltakozásának, illetve tájékoztatja az incidensről a Belgrádba akkreditált diplomáciai testületet és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségét. Nem mindig értünk egyet az önök módszereivel, a falak nem jelentenek megoldást, ezt mondta a migrációs ügyekért felelős uniós biztos, miután a külügy és belügyminiszterrel tárgyalt. Szijjártó Péter azt javasolta, hogy az Európai Unió hozzon létre Görögország határainak megvédésére egy közös erőt, és a menekültek lakóhelyéhez közel eső menekült táborok működését a háború befejezéséig finanszírozza. Pintér Sándor pedig azt mondta, hogy Magyarország kész az unióval való együttműködésre, de szeretnénk a külső határokat megvédeni, hogy a schengeni belső határok megmaradhassanak. Iszlamista terrorista férfi támadt egy rendőrnőre Berlinben, a férfihoz járókelők hívtak rendőröket, mert az a késsel a kezében járkált az utcán. Amikor a rendőrkocsi kiért, a férfi egyből rátámadt az abból kiszálló rendőrnőre, a kést pedig a golyóálló mellénye alatt a hasához nyomta. A rendőrnő társa tüzet nyitott, a támadott azonban csak az egyik lövést találta el, a másik lövés ugyancsak a rendőrnőt sebesítette meg. A nőt kórházba vitték, támadóját pedig végül lelőtték az erősítésként érkező rendőrök. A helyszínen életét vesztette. A Bild úgy tudja, hogy a férfi az Al-Qaida tagja volt, 2013-ban szabadult a börtönből. Kósa Lajos lett a Fidesz frakció vezetője, miután Rogán Antal lemondott a posztról. A hivatalos bejelentés után Kósa menekültügyről azt mondta, hogy tisztában vannak vele, hogy a kerítéssel nem oldódott meg a probléma. Szóba került a Lázár Rogán viszály is. Erről azt mondta, érdeklődve és csodálkozva olvassa az erről szóló cikkeket, melyek nagy része minden alapot nélkülöz. Magyarország minden rá vonatkozó jogszabályt betartott, szeretnénk, hogyha az unió többi országa is így cselekedne. Hivatalosan október 1-től lesz a legnagyobb parlamenti frakció vezére Kósa Lajos, de már ma kiállt a sajtó és a süvítő szél elé, hogy a párt menekültüggyel kapcsolatos álláspontját sokadszor is ismertesse. Hogyha valamely ország, most úgy látszik, Görögország nem tudja megvédeni a határait, akkor az Európai Uniónak segíteni kell ebben, és közös fellépésre kell megvédeni annak a tagországnak a határait, aki ezt nem tudja magától megtenni. A kvótarendszer továbbra is elutasítják, mert számukra nem világos, hogy a szétosztott embereket hogyan lehetne rávenni, hogy ott is maradjanak, és ne akarja mindenki visszamenni Németországba. Mást fognak csinálni. Kósa Lajost kérdezték a sajtóban sokat emlegetett Lázár Rogán ellentétről. Szerinte az ilyen híresztelések többsége minden valóság alapot nélkülöz. Eddig is, és ezután is jó, kollegális,
baráti munkakapcsolatban fogjuk végezni a munkánkat, a két úr is, és majdnem biztos vagyok benne, hogy ezeknek a vitáknak nincsen nagyobb jelentősége, mint azoknak a vitáknak, amit egyébként az ember a munkája során folytat a kollégáival. Lázár János a mai Kormányinfón arról beszélt, hogy az ő főnöke a pártelnök miniszterelnök, aki majd eldönti, hogy mi legyen a sorsa. Mint mondta, erre már nem kell sokat várni. A miniszterelnök úr elmondta a frakcióülésen, hogy jövő hét elején, lehetőség szerint hétfőn szeretné ezt az ügyet lezárni, szeretné egy konstrukciót az érintettekkel ismertetni. Még nem vagyunk hétfőn, csütörtök délután vagyunk, nem ismerem ezt a konstrukciót. És nyilvánvaló nekem az a meggyőződésem, hogy a miniszterelnök úr a legoptimálisabb megoldást fogja letenni az asztalra. Rogán Antal tegnap jelentette be, hogy októbertől a miniszterelnök kabinetfőnöke lesz. Ezt követően több portál is arról írt, hogy Rogán Antal kinevezése miatt Lázár János a lemondását fontolgatja. Úgy látom, és ez meg is lepett, hogy Magyarországon még mindig jogállam van, mondta Simicska Lajos a Mandénernek. A nagyvállalkozó arra reagált, hogy a Fővárosi Közigazgatási Bíróság döntésének következtében a közgép újraindulhat a közbeszerzéseken. Simicska nyilatkozott a Klubrádiónak is, nekik azt mondta, szerinte ezek politikai, jogon kívüli dolgok, ezért is lepődött meg a döntésen. A kizárást bosszúnak, politikai akció részének gondolja. Az Indexen viszont a hatalomban lévőknek üzent. Azt mondta, idézem, börtönben fog megrohadni, aki megpróbál átlépni a jogszabályokon. Visszavonta az ügyészség a Nokia dobozos vádat Hagyó Miklóssal szemben, tudta meg az Origó. A portál szerint a vádhatóság 35 oldalas módosítást terjesztett tegnap a bíróság elé. Ebben a korábbi kettővel szemben már csak egy Nokia dobozos kenőpénz átvételével vádolják a volt főpolgármester helyettest. Az ügyészség így már nem említi a vádak között, hogy Hagyó Miklós egy alkalommal 15 millió forint kenőpénzt fogadott el. Ez volt egyébként a legsúlyosabb vádpont a korábban a BKV-ért felelős politikus ellen. Emellett a kárérték összegét is csökkentették 40 millió forinttal. A híred után, ahogy megszokhatták, azonnal kezdődik a start, a témákat és a vendégeket. Elmondja most önöknek Balogh Judit. Szervusz Gergő, jó reggelt kívánok a nézőknek! A következő híradói, tehát a következő nagyjából 3/4 órában a menekült kérdést járjuk körül. Megpróbáljuk minél több szempontból megvizsgálni, és ebben segítségünkre lesz, hogy több politikus is a vendégünk lesz. Németh Szilárd, a Fidesz országgyűlési képviselője, akivel kezdünk, utána érkezik Harangozó Tamás az MSZP részéről, és Ara Kovács Attila, a DK külügyi kabinet vezetője. És ami a fő kérdésünk lesz, tegnap Lázár János azt mondta, hogy az európai blabla helyett a magyar kormány intézkedései jelentik az egyetlen megoldást a menekült kérdésre. Meglátjuk, mit gondolnak erről a politikusok, és mi várható szerintük, mi fog történni a következő napokban, például a magyar-horvát határnál. Várom önöket. Köszönöm szépen, és ahogy hallották, friss hírekkel alig több mint 3-4 óra múlva, 7-8-kor jövök újra, addig szép reggelt, nézzék a startot, jó tévézést, viszontlátásra!